Dmitro Kuleba, ukrán külügyminiszter Antonio Guterres ENSZ főtitkárral tárgyalt. Mai találkozónkon megköszöntem Antonio Guterresnek, hogy az ENSZ részt vesz a békeformuláról szóló vitában, és hangsúlyoztam az ukrajnai béke előmozdítására irányuló erőfeszítések folytatásának fontosságát. Azt is megvitattuk, hogy miként bővíthetjük a békeformula támogatásának földrajzi területét a svájci globális békecsúcsra való felkészülés során írt a Kuleba az X-en közzétett bejegyzésében. Kiemeltem azt is, hogy sürgősen minden rendelkezésre álló eszközt be kell vetni, és a szükséges, újakat kell kidolgozni az orosz csapatok által Ukrajnában elkövetett szexuális erőszak problémájának megoldására, valamint az orosz fogságban lévő civilek szabadon bocsátására. A főtitkár biztosított arról, hogy figyelemmel fogja kísérni ezt a kérdést, jegyezte meg a külügyminiszter. Dmitro Kuleba február 23-án munkalátogatást tett az ENSZ New Yorki központjában. Az ukrán diplomácia vezetője részt vett az ENSZ közgyűlés az ideiglenesen megszállt ukrajnai területek helyzetéről szóló vitájában.